Ebben az epizódban a Garam partjáról, Szlovákiából üdvözlünk benneteket. Közvetlenül Beszterce bánya alatt Iliásnál tesszük vízre felfújható kajakjainkat, Csúval, Évivel, Totival és lelkes barátommal. Ötfős legénység, három kajak. Ismertük a beszállóhelyet, hiszen idén áprilisban pontosan itt szálltunk ki a fentebbi szakaszról. A mai etap azonban mindannyiunknak idegen pálya volt, emiatt kíváncsian vártuk, mi vár ránk. Azt tudtuk, hogy lesz egy átemelés. Sebes a folyó. Van egy ilyen. Nem, baby. Na, mennyit vannak totiék? Nem sok, nem sok. A vízállás relatív alacsony mostanság, az árvíz már hetekkel ezelőtt levonult, de a kajakozáshoz volt elég víz a mederben. Tűnik. Nem? Tenyvíz. Hamisítatlan, csodás őszi időjárásunk volt. Az október színeit végig lehetett csodálni. Igaz, picit az őszre jellemző ködös párás levegő volt velünk. De ennek is megvan a hangulata. Szinte végig jó sodrása van a garamnak, kivéve a duzzasztók előtti kilométereket. Különösebben technikás részek, helyek itt nincsenek. Maximum VV1 a nehézség. Ide kezdő kajakosok is jöhetnek gyakorolni. Nem téma. Kicsit? De nem igaz. Egy arra alkalmas helyen kiszálltunk ebédelni, pihenni egy kicsit, mint kiderült, pont egy golfpályát szemeltünk ki. Tovább lapátolva zújjon, míg meg kellett állapítanunk, hogy munkásan telik az idő. Mindig kellett navigálni egy kicsit, nem volt unalmas. Érdekes módon a duzzasztó mű előtt sem lassul, de elviselhetetlenül a folyó. Ez volt a mai ismert egyetlen átemelésünk. Itt körülbelül 150-200 métert kellett cipelni a hajókat. Tudjuk inni? Ez a nehezebb? Vagy a másik? Mi? A zárás túloldalán a rézsünde lehet vinni a kajakokat, és ott van egy nagyobb esésű rész. Nagyobb vízállásnál ez könnyen hajózható, de azért most sem volt lehetetlen. Még lehetett egy kicsit játszadozni a vízzel, vagy nekiestünk a maradék 13 kilométernek a kiszállóig. Remélem, beképzeld.
Itt eleinte még eléggé küzdelmes volt a kevés víz miatt, de ahogy haladtunk és betorkollottak az előbbi kifolyói, újra elég vízhozama lett a garamnak. Számomra természetileg egyébként ez volt ma a legszebb szakasz. Technikailag azonban bár voltak még kisebb rapidok, zúgók, de közel sem annyi, mint Zólyom felett. A felső besenyői duzzasztóhoz közeledve állóvízészerű dűlt a garam, az utolsó 3-4 kilométeren már szinte teljesen állt. Itt a tükör sima vízfelszínen tükröződő színes táj adott másfajta élményt. A duzzasztó előtt kitáblázott, relatív kultúrált kiszállóhely található. Itt ért véget mai 30 kilométeres túránk. Kellemes szakasz volt, szerintem megérte. Nos, ennyi fért bele a mai részbe, remélem azért kedvet kaptatok a garamhoz. Viszlát egy következő kalandig. Ciao.